Ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, és arról a listáról fogunk megemlékezni, beszélgetni, amit a napi.hu állított össze, és a 100 leggazdagabb magyarról egy ilyen kiadvány, és a kiadvány felelős szerkesztőjével, Szakonyi Péterrel szoktuk ezt átnézni, hogy miben változott a lista, most is ezt tesszük. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Na, az ember azt gondolná, hogy már nem hoz akkora izgalmakat egy ilyen százas lista, de hát volt itt mozgás rendesen. Ha csak arra gondolunk, ugye, hogy Mészáros Lőrinc lekerült a második helyről, izgalmas, hogy alakult az összvagyonuk, ugye a leggazdagabbak is megérezhették itt az elmúlt időszak lassulását, hanem is a járványt közvetlenül, de kevesebb lett a vagyonuk, és hát egy csomó minden helyen, poszton változás történt, meg jöttek újak. Hogy néz ez ki, mit mond nekünk ez a lista? Az idei lista természetesen minden évben különleges, mert egyfajta tükröt tart annak, ami Magyarországon történik, és nem csak a leggazdagabb körében, hanem úgy egészében a magyar gazdaság körében. Igazad van, hogy a válság csak így legyintette a magyar gazdagokat, mert az a 60 milliárdos vagyoncsökkenés összességében értve, az igazából eltörpül amellett, hogy mondjuk 2008 és 2009 között milyen óriási veszteséget szenvedtek az akkori listán szereplő akkori gazdagok, csak egyetlen egy számot nem szeretnélek titeket untatni nagy számokkal, több mint 300 milliárd forint párolgot égett el akkor, az akkori válság következményeként. Ez a jelenlegi válság úgy márciustól eredezhethető, tehát nagyon valószínű, hogy a jövő évi, vagyis a 2021-es listában lesz majd jól tetten érhető az, hogy milyen hatást gyakorolt ez a magyar gazdagokra, és mennyiben csökkentette vagyonukat. Az átrendeződés szerintem éppen ezért jövőre lesz igazán jól tapintható. Akkor mutatkozik meg majd az, hogy kinek a vagyona és kinek a tevékenysége a válságálló, és ki pedig konjunktúrának kitett. Uh-huh. Mikor a zárás, meddig tudtátok az igen. adatokat követni? Igen, tehát mennyi látszik ebből a válságból? Mert ugye nyilván az OTP részfényára az mozog, az Opus részfényára az mozog. A Vizer, de... ugye Váradi József például óriásit esett a vagyonát tekintve, az már valószínű, hogy valahogy igen, de belefért. Azóta meg nagyon visszapattant az árfolyam, tehát ugye valószínűleg följebb lenne, hogyha ma készülne a lista, szóval hogy sikerült ezt megoldani így a válság közepén? Ez volt az egyik legnagyobb probléma, ugyanis idén 19. alkalommal jelentünk meg, és minden évben a március 31-i záróárfolyamot, tőzsdei záróárfolyamot vettük figyelembe. Ez idén is ezt szerettük volna, csak ugye az események elmosták ezt a határnapot, és kénytelnek voltunk az április végét is figyelembe venni. Nagyon érdekes, hogy a Vizerre nyilvánvalóan ti ugyanolyan szakemberek vagytok, mint a tőzsdei elemzők, tehát látjátok, hogy roppant érdekes volt, mert a Vizer árfolyama a londoni tőzsdén visszaesett a harmadára, majd megint visszapattant, és ha jól tudom, most 3 font fölött van, de azért az még messze van az 5-től, ami a csúcsot jelentette. Tehát volt egy ilyen mozgás, amit valahogy ki kellett egyenlítenünk. Tehát kis túlzásra válságstábot állítottunk föl. Korányi G. Tamás barátommal, szerkesztőtársammal együtt figyeltük, és próbáltuk mindvégig valamilyen módon ezeket figyelembe venni a számításoknál is. Uh-huh. Tehát amit mondjuk március 31-i záróárfolyammal vettük, azt megnéztük április végén is, hogy mennyiben mozdult el, mert például az OTP elmozdult, a Vizer azt hiszem az is elmozdult egy kicsit, de nem ilyen jelentős mértékben, a MOL is elmozdult, nem nagy mértékben, tehát ezt tükrözi már a kiadvány. Aha, oké. Mi okozta a helycserét a második-harmadik helyen?
Hát roppant egyszerű, Gattyán György üzletága szárnyal. Eddigi szárnyalt az elmúlt években, a pandémia ideje alatt pedig azt gondolom, hogy a csillagos ég volt a határ. Uh-huh. A másik oldalon pedig azt láthattuk, hogy az Opus globál tőzsdei árfolyama, részvényárfolyama jelentősen csökkent, és amúgy közben olyan apróságok történtek, mint a teljes Hungest szállodaláncot be kellett zárni, és 800 ember kirúgni. Tehát mindez nem maradhat hatás nélkül a vagyonra sem. Azt gondolom, ez könnyen belátható. Uh-huh. Mennyire van Gattyán a OTP vezér Csányi Sándortól, főleg, hogyha az OTP is lefelé tartott, és hát egyéb Csányi érdekeltségekről is halljuk, hogy nem igazán muzsikálnak jól, meg mások persze igen, csak hogy köztük most mekkora a különbség? Hát azt kell hozzátenni ehhez a dologhoz, hogy Csányi vagyona az egy évvel ezelőttinél 50 milliárddal kevesebb. Tehát ott is egy jelentős esés volt, és mindez úgy történt ez az esés, hogy például a közeli napokban megjelent adatot, miszerint a Mohácsi Vágóhíd tavaly 5 milliárdos veszteséget termelt, még nem is tudtuk figyelembe venni. Csányi nagy előnye az, hogy egy viszonylag széles portfóliója van, amiben az OTP egy, és nem is a meghatározó. Az agrár, a különböző befektetések, a szingapúri cégek, tehát van egy olyan jelentős merítés, ami ezt ellensúlyozni tudja. Tehát közöttük, ha jól tudom, most 30 milliárd van, ha jól emlékszem a számokra. 310 és 280 milliárd. 310 és 280, így van. Tehát ez nem olyan borzasztó nagy különbség, viszont a sebezhetősége ennek a birodalomnak sokkal kisebb, mint az olyan birodalomnak, ami mondjuk egy üzletágra épül. Azt Péter, hadd kérdezem már meg, hogy például a Hell Energy tulajdonosával tudtatok-e valamit kezdeni, ugye egy másik kiadványnál elég nagy vihart kavart olyakorát, ugye, hogy vissza is kellett vonni azt a kiadványt, hogy itt hogy lehetett kezelni, vagy tudtátok-e bárhogy is, és hogy esetleg voltak-e hasonló esetek, akik azt gondolták, hogy ők nem akarnak ilyen listán szerepelni, de ott lennének valahol a százban. Nos, az kétségtelen. Megpróbálok nagyon finoman fogalmazni. Jó. Remélem a kedves hallgatók is érzékelik majd a különbséget. Az kétségtelen, hogy a Hell tulajdonosainak helye lenne a 100 között. Uh-huh. És nem is az 50-től a 100-ig, hanem az első 50-ben. Igen. A probléma az, ebben kapcsolatban nem az, ami a gazdasági havilappal kapcsolatban történt, ami egyébként vérlázító, hanem egyszerűen az, hogy amikor 2002-ben kitaláltuk ezt, hogy ezt a kiadványt kiadjuk, akkor három fontos alapelvet tűztünk ki. És ebből az egyik nagyon fontos az, hogy tiszta, átlátható működésű cégeket sorjázunk csak, és ilyen vagyonokat veszünk fel a listára. Itt most három pontot tennék, és akkor mindenki ebből kiindulva gondolja végig azt, hogy miért nem szerepelnek olyan emberek ezen a listán, akiknek a vagyona nagy, viszont nem felelnek meg ennek a kritériumnak. Egy számot tudsz nagyjából mondani, hogy hányan lehetnek ilyenek, akik ezen a kritériumon buktak meg, mondjuk emiatt nincsenek rajta a listán, de amúgy a vagyonuk alapján helyük lenne rajta? Hát szerintem 30-40-en biztos vannak. Nagyon érdekes. A százból, ez durva. Minden évben bejelentkeznek emberek. Úgy gondolják, jó páran, hogy azzal, hogy fölkerülnek erre a 100 leggazdagabb magyar tartalmazó listára, ezzel legalizálják a vagyonukat, kifehérítik az esetleg korábban más módon megszerzett vagyont. De ebben mi nem vagyunk partnerek. Világos. Oké, na, még az újoncokról beszéljünk, ki érkezett a 100-as listára, illetve nagy veszteseket, nagy nyerteseket, hogyha még megemlíteni így a végén. Hát négy pontosabban öt újonc van az idei
listán. Egyről nem beszélnék, mert ő letiltotta a róla szóló szócikket, a 92. helyen megtaláljátok, némi fantáziával kiderülhető, kiről van szó. Nézzük, Balázs, nem sok ki gyorsan. Gyorsan ja, nálam van. Nálad van, igen, mindjárt megnézzük, igen. 92, na mondjak csak, igen, igen. Itt van, 92, de közben mondd, Péter. Persze. Tehát két építőiparban érintett üzletember kapott helyet a százas listán. A Fejvolt család, az Épkar ZRT tulajdonosai, és Rencsár Kálmán, aki a Soltút építőipari cégnek a tulajdonosa, mindketten nagyon-nagyon jelentős, sok-sok milliárdos beruházásokat valósítanak meg. Az Épkar például a dubai világkiállítás egyik alvállalkozója, vagy fővállalkozója, pontosan a pontos beosztását nem is tudom. Mind a ketten nagyon viszonylag nagyon hamar, néhány év alatt, 4-5 év alatt érték el azt a szintet, hogy bekerüljenek ebbe az úgynevezett elit klubba. Itt van, itt található Vida József is, aki nem csak a TV2 tulajdonosa, mert ez önmagában azt gondolom, hogy nem lenne elég ahhoz, hogy bekerüljön a százas listára, de viszont ő az egész takarékbank és a köré csoportosuló céghálónak a meghatározó figurája és tulajdonosa, tehát ő is egy nagyon előkelő helyre került, a 35. helyre ugrott fel, és megjelent, visszajött Kárpáti László, aki az ország egyik legjelentősebb agrárvállalkozója. Ő már korábban szerepelt a listán, és ő volt a tulajdonosa a Cal Ingredients nevű cégnek, amelyet később Mészáros Lőrincék vásároltak meg tőle. Akkor, amikor ez a tranzakció történt, akkor kikerült a százból, mert ez akkor neki nem okozott túlzottan nagy nyereséget. De most megvásárolt egy baromfi feldolgozó vállalkozást, és megerősítette a cége helyzetét, ez a Trigó Kft. Vagy ZRT, tehát megerősítette a magyar agrárpiacon, úgyhogy ő is visszakerült, és van ez, akiről beszéltem, hát ezt majd mindenki megkeresi, hogy kiről van szó. Igen, B. B néven szerepel a alapban. Jó, mennyi most egyébként a bekerülési küszöb? Idén 9,8 milliárd, tehát majdnem 10 milliárd volt a bekerülési küszöb. Érdekességként 2002-ben, mikor indultunk, ez 2,5 milliárd forint volt. Igen, nekem is mindig az a szám marad meg, ahhoz viszonyítok. Hát ez nagyon izgi, szerintem még tudnánk róla beszélgetni, de javasoljuk, hogy mindenki lapozgassa és nézegesse a kiadványt. Péter, nagyon köszönjük, hogy váltottunk pár szót. Jó munkát, szép napot. Én köszönöm, szervusztok, szép napot. Szakonyi Péterrel, a 100 leggazdagabb magyar kiadvány felelős szerkesztőjével beszélgettünk.